Podcastunk mai vendége Lezsák Sándor, József Attila díjas költő, tanár, sőt, néptanító, és hát végül, de nem utolsó sorban politikus, de a Jókai Színház podcastjaiba politikával nem foglalkozunk, csak kultúrával. Beszélgetésünk apropója, hogy Lezsák Sándor 80 vödör című színdarabja kerül rövidesen a Jókai Színház műsorára, tehát egy kortárs magyar szerző műve, de bármilyen furcsán is hangzik, ez a darab a 80-as évek eleje táján készült. Mikor is? 82-ben. Én ezt 85-ben a Színház című lap mellékletében olvastam. Akkor milyen életet élt meg ez a darab? Színpadra került, vagy elhallgatták, mert ez akkor eseményszámba ment, amikor megjelent, emlékszel már? Szakolcai Lajos fedezte fel, és küldte el Zalaegerszegre, a fiatal drámaíróknak volt ott egy ilyen minden évben versenye. Volt egy találkozója. Igen. Én nem tudtam róla. Itt tanítottam lakiteleken, előtte évekig a Szikai Tanyos iskolában, részben osztott Tanyos iskolában, képesítés nélkül, és közben jártam Szegedre a főiskolára, és egyszer jött az értesítés, hogy a diátadóra menjek Zalaegerszegre. Máshonnan tudtam egy telefonból, hogy én nyertem meg a zalaegerszegi találkozó fiatal drámaíró díját. Elengedtek az iskolából arra egy napra, de előtte két nappal újabb telefon, ne menjek, mert nem én nyertem. Aztán később tudtam meg, hogy ennek politikai oka volt. A cél György, nem mondom, hogy milyen indulattal lehetne színezni, de lényeg az, hogy szó sem lehet róla. Akkor engem már ilyen ügynökök figyeltek, meg voltak zavaró dolgok, de nem érdekelt. Nem érdekelt, tanítottam tovább, neveltük a három gyereket. Tény az, hogy utána megkeresett Örkény István felesége, Radnóti Zsuzsa, ma is él. Nagyszerű dramaturg. És az egyik legjobb dramaturg, mondta Csúpa most, István. Most e pillanatban a legjobb. Igen. Ma már. A másik Vinkó József egyébként, Csúka őt dicsérte mindig. Lényeg az, hogy meghívott a lakására, leültünk beszélgetni, meg akart ismerni, és fölajánlottam már a beszélgetés elején, hogy jöjjek föl Budapestre, Nemzeti Színházba, kapnék dramaturgi állást, tanuljak, és nézek körül a világban, mert rájött arra, hogy nagyon egyoldalú az én olvasottságom. Nem csak Veres Péter, nem csak Tamási Áron, nem csak Sánta Ferenc, nem csak Németh László miatt, hanem kérdezett színdarab szerzőket nyugatról, tengeren túlról, fogalmam se volt róla. Mondtam őszintén, hogy nem ismerem. Voltam, mert beleolvastam, de meg kell, hogy mondjam, nekem idegen volt az a világ, valószínűleg azért, mert annyira nem ismertem, nem tájékozottam, nem tudtam eligazodni. Hát abban az időben nem volt könnyű tájékozódni, Budapesten sem, nem csak, hogy lakitelken, mert a Radnóti Zsuzsa hozzáfért ezekhez a darabokhoz, de a pesti, hát hogy mondjam, irodalmi elit se nagyon. Itt a művelődési házban két héttel azután, hogy ide kerültem, színjátszó csoportot
szerveztem, rendeztem darabokat, Tamás Áron énekesmadár, Özvegy Karnyúné, és így tovább, irodalmi esteket. Tehát, ha Pestről jöttem, a Klauzál tér környékén nevelkedtem, Madács Imre gimnáziumban érettségiztem, de taszított Budapest, és minden áron egy kis faluba akartam élni, és ez sikerült is. De hogy megyek én Budapestre, gondoltam magamba, amikor kaptam, nem csak tőle, másoktól is kaptam ilyen ajánlatokat, de idehoztuk azért a világot, amennyire lehetett. 69-ben kerültem ide, 69 szeptemberébe, 70 májusába, két évvel a Csehszlovákia bevonulása után felvidéki estet szerveztem, minden hónapban egy-két ilyen irodalmi estet, aztán... És te is egyik aláírója voltál annak a bizonyos csehszlovákiai petíciónak? Nem írtam? Nem is jutott el hozzá. Majd később 56 aláírás, egyebek, de én ezeket nem tartottam úgy számon, mint az ügynökök. Elnök úr, te előszeretettel mondod azt, és nyilván van rá okod, hogy te néptanítónak jöttél ide. Mit jelentett ez abba az időbe, ez a kifejezés, és mit jelent napjaimban? Szóval ez túlzás, hogy én ilyen tudatosan néptanítónak jöttem ide, erősen túlzás. Egyszerűen nem vettek fel a tanárképző főiskolára Szegeden. Mint megtudtam, olyan jellemzést adott rólam Madách Imre gimnázium, hogy mikor bementem, nem néztek a szemembe, 3 perc alatt mondták, hogy majd értesítenek, és az ott tanító Békesi, aki professzor lett, Békesi fiatal tanár jött utánam, és mondta, hogy az én magyar tanárommal egy iskolába járt, egy egyetemre, és még reggel is telefonál, hogy figyeljenek oda rám, mert, és nagyon szépeket mondott, de azt mondja, olyan jellemzést kaptam a színháztól, hogy fantasztikus, szóval ez egyszerűen szó sem lehet róla. És én önképzőkört vezettem a Madách Imre gimnáziumba, és érdekes, aztán viszont Kazimír, nem engedtem, hogy tanárvezetünk legyen, Kazimír Károly testvére, Éva asszonyt jött, és ő volt a felnőtt vezető a középiskolás önképzőkörben. Aztán Kazimír neve újra előjön, ezt a Seregi Zoltán mesélte, be akarta mutatni a 80 vödör levegő. Már elkezdték a próbát, amikor Kazimír megkérdezi, 80-as évek, be vagyunk, hogy milyen az a darab, az a Lezsák darab. Hát nézd meg, nagyon jó, izgalmas, kétszereplős. És akkor Kazimír elkérte, másnap berendelte magához Seregi Zolit, és az első mondata állítólag az volt, hogy be akarsz engem csukni a börtönbe? Ezzel a darab azonnal levették. Aztán évekig volt ez a sorsa, meg kell olyan nagyon nem érdekelt. Én tudtam, hogy mi ez, aztán majd. Elnök úr, akkor ha elmondanád, hogy milyen légkör és mi inspirálta ezt a darabot? Itt egy tanyos iskolába tanítottam. Rengeteg olyan élmény, családtörténet fogott meg, aminek szinte testvérképe az én minden nyáron eltöltött nyírségi kisfalu vakációja. Nekem az volt a szabadság. Vakáció, nagyszülők, nagymama, nagypapa, és annak a kisfalunak Felső Sóskut 70 családja, annak látható volt az élete. Egy fantasztikus valóság élményt kaptam, ami ott van a bérházak világa, Klauzál tér környéke,
kettőnek a feszültsége, nagyváros, ahol Budapest, ahol az emberek nem nagyon nézik, hogy milyen idő lesz, legfeljebb hallgatják a rádióba. Szóval ott a természetes élet, itt nekem ez zavart, ez a városi élet. És ezek a valóság élmények, hány történet, ami félelem a háborúban eltöltött idő, fogságban, a német katonák ellen, orosz katonák ellen, idegsejtekben, ott volt nem orosz, szovjet katonák ellen, az idegsejtjükben ott volt a valóság, hogy megéltek 56, és egy olyan életérzés, ami körülvet engem is, itt akár lakiteleken is, hogy féltek, hogy mit hoz a múlt, hogy mit hoz a jövő, de a mit hoz a múlt, hogy a múltból milyen aknák robbannak föl, milyen feszültségek, milyen ellentétek, milyen aminek aztán következmény lesz, akár népek között, családok között, vidék, város ellentété, és így tovább. Tehát ezeknek a feszültségeknek egy jobban... Eszenciája? Egy jobban érzékelhető része volt az, hogy mi lesz a helyzet egyre feszültebb, a nemzetközi helyzet, hogy mi lesz, a háború lesz. És tulajdonképpen ez a élmény, mert egy élmény, nem egy embernek az életének sűrítménye, ami megjelenik a 80 vödör levegő című darabban, hogy a kút oldalfalába az öreg váj egy 20 éves munkával egy bunkert, és oda létrával lehet lemenni, és úgy kialakítja, hogy atombiztos legyen. Nyilván a kezdetleges technikája, de a leleménye csodálatos. Amit két kézzel meg tud csinálni, és kézi szerszámmal. És hogy ha jönnek a kínaiak, akkor is kell, ha jönnek a amerikaiak, akkor bublégumi, rágógumi kell, ha jönnek a szovjet katonák, akkor vodka kell, és így tovább, és ő berendezkedik, és a feleségét is állandóan gyakorlatoztatja, ezzel kezdődik a darab, ülnek egy-egy fotelbe, bukós is a rajtuk, óra majd sörögni fog, mert gyakorlat lényege, hogy vissza kell tartani a levegőt, hogy minél kevesebb levegő fogjon, annál több, hosszabb életük lesz, ha valóban jön egy atomtámadás, és van egy periszkóp, azzal kilátnak, és van három nyuszi, amit elnevezi az egyik nyuszi, az Stalin, másik Roosevelt, harmadik Churchill. Ugye, mert ebbe benne van az ő történelmi tudatában, kinek köszönhetjük Kis Magyarországot, kinek köszönhetjük a háború utáni időszakot. Benne van, hogy most akkor dögöljenek meg, ha netán atomsugárzás van. Csodálod, hogy a Kazimír nem merte bemutatni? Hát nem csodálkozom utólag. Lényeg az, hogy lélegeztető, tehát ső vezet kifele, és ha megdöglik, akkor kint a levegő az veszélyes. Ez ugye a 80-as évek elején íródott, és hát napjainkban sajnos elképesztően aktuálissá vált a darab. Reméljük, találkozik a közönség hát együttérzésével. Szeretnék, hangsúlyozom, nem politizálunk, de hát nem mehetünk el anélkül, hogy ne beszéljünk arról a bizonyos lakitelki sátorról, ami a te ingatlanodon állítatott föl. Hogy jött ez létre, ha ezt elmesélnéd nekünk? Mert felnőtt egy generáció, aki erről már nagyon keveset tud. Veszek mély levegőt, mert nehezen beszélek erről.
ahogy a taxis blokkád filmet se néztem meg, elég volt ezt megélni. Nem az, hogy most én nézem még egyszer. A lakiteleki találkozó az nem egy napnak a története. Legalább 20 esztendőnek a története. Én 69-ben ide kerültem, egy színjátszó csoportom, és könyvbarátok klubját szerveztem a művelődési házban, és különféle művelődési írólasú találkozókat. És az első nagyobb már 71-ben akartam összehozni itt lakiteleken, voltam 21 éves, a magyar nyelvű ifjúsági lapok főszerkesztőit. Bukaresti ifjú munkás, pozsonyi új ifjúság, új szimpózión, volt egy kárpátalja is, és magyar ifjúsági magazin, ott jelentek meg az első verseim. Lényeg az, hogy aztán ezt letiltották, szó sem lett volna. Pedig nagyon jól álltunk már. Előtte 2 héttel kellett lemondanom, azzal mondtam le, hogy motoros futágozta Pestről, megvan a levél, hogy később megrendezhetem. De a, nem tudom, kis központi bizottság gyűlése miatt ez nem lehet. Lényeg az, hogy ez egy előzménye volt a fiatal írók találkozójának, amit Csóri Sándor, Bíró Zoltán és Ijés Gyula segítségével sikerült 79. májusban. Egy olyan 120-130 nemzedéki találkozó volt a művelődési házban, és az is a tilalom és a tűrés határán. Mert eredetileg, amikor fölrendeltek Pestre az Írószövetségbe, Dobozi Imre, meg ott volt Knopp András, a pártközpont. Igen, volt a kultúráért felelős. Igen, és a Ördög Szilveszter volt a József Attila körnek a titkára, és kérdezte Dobozi, hogy és aztán mi lesz a cím ennek a találkozónak. Mondom, a korszerű nemzeti önismeret. Csönd lett. Dobozi, azt nem. Azt nem. Szocialista önismeret. Az mehet. Hát elsötétült előttem a világban. Én ezzel nem megyek haza. Elmondtam, nem tudom, jó Isten súgta. Elmondtam, de Ijés Gyula mondta, hogy ez legyen a címe, hazudtam. Csönd van, Dobozi egyszer megszólal, de vagy néhány másodperces Dobozi. A Gyula ezt mondta? Igen, ezt mondta, hogy ragaszkodik ez a csönd. Akkor mentünk tovább, és ez lett. Nemzeti önismeret. Mondtam később Ijésnek, a Gyula bátyám, fantasztikus nagy tekintélyed van. Mosolygott. Azt mondom, hát Dobozi Imre, meg ott volt Knopp András, és mikor azt mondtam, hogy Ijés, akkor nem volt vita. Szóval ilyen nagy, így történt. A jól esett neki. A jól esett. Aztán mondta, hogy fiatal évű találkozó. Akkor 85-ben antológia est, vagy 500-an voltak a művelődési házban. 11 költő mondott verseket. Csóri Sándortól Torna József, Nagy Gáspár, Széchi Margit, Selfőző Simon, Buda Ferenc, és így tovább, és mintegy egy okkoncert. Zalán Tibor is itt volt már akkor? Zalán Tibor is. Mintegy egy okkoncert olyan volt, sápoltak a emberek a versek után, mert október 22-e volt. Opa. És azzal is kezdtem, hogy Európa csendes, újra csendes, elzúgtak fogadat. Szinte sűrű volt a levegő. Ez volt 85-87. Hát köszönjük, hogy ezt elmondtad. Szóba hoztam most itt Zalán Tibort, mert ha az ember a Wikipédián megnézi a te oldaladat, akkor ott Zalán Tiborral szerepelsz egy fotón. Zalán Tibor a Jókai Színház, nagyszerű dramaturgia, nagyszerű barátunk. Vele milyen kapcsolatod azóta? Gondolatban jó a kapcsolatunk. Ritkában találkozunk. Volt, amikor Kárkásztanyán jót ebédeltünk, de ritkában. És ez bántó is, legutóbb a Temesi Ferivel ültem le, és mondtuk egymásnak, hogy az ellenfeleinkkel, meg az ellenségekkel jóval többet foglalkozunk, kínlódunk, de a barátokkal valahol természetes, hogy
ott vannak, ahol vannak. És nagyszegű, Tibor is nagyszegű ember. Itt most Lakitelken beszélgetünk. Te létrehoztál itt egy csodát. Hogy jött ez létre? Hatalmas területen itt csak ámul az ember, ha körbenéz. 27 hektár jós terület. Most a Mincenti teremben vagyunk. Mincenti bíborosnak ott van a hallotti maszkja, kicsit az ő jelenlétében beszélünk. Nekem nagy élményforrás, Mincenti. A 1991-ben, amikor Mincenti bíboros koporsóját hazahoztuk Bécsből, én fogadtam a határon, mert a nyugati emigráció vezetői nem engedték, hogy más fogadja, és itt nem járt, de ez a terem, róla, ezt a termet róla neveztük el. Ez egy csapatmunka, ez a Hungarikum Liget. Itt volt az első Hungarikum találkozó 91-ben, még Rubovszky András volt pártigazgatómnak a vezetésével, és a gyógyvízről volt szó, és akkor kezdtük el, hogy a Hungarikum törvényt előkészítjük. Hát 15 éves munka van mögötte. De végül is egy olyan törvény született, amit most már több országban próbálnak átvenni. Erről szól ez a Hungarikum Liget. És mi található ezen a 27 hektáron? Ha csak egy lovarda lenne, akkor én belebuknék. Ha csak egy fürdő volna, belebuknék. Ha csak egy nagy, hogy mondjam, előadóterem, Kölcsei ház, akkor belebuknék. Ha csak egy üvegház, 5,5 ezer négyzetméteren belebuknék. Így együtt. Együtt a kiállító, mindenfajta szállásunk van, négycsillagostól a juttatáborig, kempingig, egycsillagos, kétcsillagos, háromcsillagos szállodák. Abban különbözik egy népfőiskola egy művelődési központtól, hogy itt van konyha is, nem akármilyen konyha, és van szállás lehetőség. Tehát akik összejönnek képzésre, és elég sokféle képzésünk van, akkor este jó beszélgetések legyenek. Teremtsük meg ennek a feltételeit. Ez jóval nehezebb egy művelődési központban. Óhatatlan, hogy nincsenek erre úgy berendezkedve. Hány embernek adsz munkát? 350 ember dolgozik itt. 352 talán. Igen. Ez egy csapatmunka. A létrehozása is az, ami azt jelenti, hogy ha valami nem sikerült, akkor én vagyok a hibás. Ha sikerült, akkor csapatmunka. Elnök úr, köszönjük, és várjuk az újabb Lezsák színdarabot. Köszönöm szépen.